Az ellenséges Telegram csatornák aktívan terjesztik a Békés kárpátalai hétköznapok megzavarására alkalmas információkat. Hívta fel a figyelmet a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács dezinformáció ellenes osztálya. Számolt be a kárpát.in.hu a hírportál. Az egyik hír, hogy az ukrán hadsereg Kraken különleges egységének tagjai arra kaptak parancsot, hogy Kárpátalján vadásszanak a hat korú férfiakra, különösen a magyar kisebbség tagjaira. A másik álhír szerint az ukrán hadsereg katonái aláaknázzák az ukrán-magyar határszakaszt megakadályozván, hogy a zöld határon keresztül hat korúak szökjenek ki az országból, valamint így kívánják elejét venni a magyar katonai csapatok esetleges betörésének. Az álhíreket még tegnap határozottan cáfolta az Állami Határőrség és a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács. Az ukrán hatóságok kijelentették, hogy a hamis hírek terjesztése által az ellenség le akarja járatni a Kraken alakulatot, és nemzeti ellenségeskedést akar szítani.